az örökkévaló Isten azt mondta, nem a te érdemeid, hanem az Úr Jézus Krisztus, a názáreti Jézus Krisztus érdemei alapján nincs többi elválasztás. És egy szabad út vezet be a Szentek Szentjébe, ahol van Isten kegyelmének, ki nem érdemel támogatásának, szeretetének, gondviselésének a trónusa. És azt mondja, gyere bátran a kegyelem trónusához, a szükség idején. Mi az Isten terve számodra? Élj! Te teljesed, kiteljesedett, áldott, paradicsomi életet élj! Ő meghalt te helyetted, hogy te dicsőséggel megkoronázva élj már ebben a testéletben és az örökké valóságban. Áldott, aki szeretettek vagytok Krisztusban, itt a szívbunkerben és a képernyők előtt is. Mai predikációnak a címe a felkent élet. Amen. Felkent élet, vagy úgy is mondhatnám, hogy a szellem szerint élt élet. Vagy úgy is mondhatnám, hogy a krisztusi élet. Ugyanis, ugye a múlt héten azzal foglalkoztunk, hogy a szellem szerint éljetek, a szellem szerint járjunk, mert az 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 élet, amire elhívott minket az Isten. Neki az a terve, már a kezdetektől az volt a terve, hogy mi nem egy természetes jó és rossz bukásban rekedt életet éljünk, hanem egy természet felettit. Hogy a természet feletti az ő dicsőségéből származó élet, az legyen számunkra természetes. És mindezt ráadásul elérhetővé is tette számunkra az Úr Jézus Krisztus halálában és feltámadásában. A felkent élet, nagyon csalóka ez a kifejezés, mert nagyon sokszor az emberek arra gondolnak, hogy egy speciális dologra felkenve. Hogyha viszont megnézitek az Új Szövetségnek a szövegét, nagyon kevés helyen van, vagy szerepel ez így konkrétan, hogy felkenve valamilyen történetre. Hanem a legtöbbször úgy szerepel ez a kifejezés, hogy felkenve, mint Krisztus. Krisztusi. Jézus a Krisztus. Jézus a felkent. Jézus a messiás. Valahányszor az van a Bibliában, hogy Krisztus, az azt jelenti, hogy a felkent. Az az ember, a názáreti Jézus, aki egy felkent életet élt. Ő volt a Krisztus. Ő volt a messiás, aki bemutatta és levezette számunkra, hogy hogy is működik ez. És nem véletlenül az apostolok cselekedetei 11:25-ben van az, hogy az első Krisztusban hívő embereket Antiókiában nevezték keresztényeknek. Na most a magyar nyelv kicsit csalóka, ugyanis a kereszthez társítja a Krisztussal való járást, a benne való hitet, az ő életünkben való központi szerepét, viszont konkrétan, hogy a szó szerint nézzük, nem a kereszthez van köze direktbe. Nyilván a keresztény nem más ember, mint aki a kereszt tényét hirdeti az ő egész lényével, az ő egész életével, az ő egész hatalmával. Viszont az eredetiben, és Antiókiában nevezték kis Krisztusoknak, Krisztiánosnak, keresztényeknek az embereket, az azt jelenti, hogy felkentek. Olyan emberek, akik ugyanúgy fel vannak kenve, még pontosabban olyan embereknek a közössége, akik ugyanúgy fel vannak kenve, a szellem szerint járnak és élnek, mint ahogy Jézus Krisztus is tette. Miért volt ez? Mert ugyanúgy ránéztek ezekre az emberekre, a közösségre, és ugyanazt a természetet, ugyanazt az identitást, ugyanazt a szabadságot, és ugyanazokat a megnyilvánulásokat látták ezeken az embereken, mint ami Jézusról is le van jegyezve, mint amit Jézus szemlélése által is láthattak a kortársai. Megvan? Tehát ezért nagyon fontos, amikor arról beszélünk, hogy a felkent élet az nem valami speciális dolog, hanem az azt jelenti, hogy Jézus Krisztus szerinti élet. Jézus Krisztusban meggyökerezett élet. Azaz egy keresztény élet. A keresztény életnek a teljesége, a maga valójában, amilyen Krisztus volt, olyanok vagyunk mi is. Amen. Erről szól a felkent élet. És, hogy már említettem, a felkent élet az egy természet feletti, egy krisztusi élet, aminek van egy identitás része, aminek van egy életmód része, aminek a fő jellemző az, hogy szabadságban él az ember, és van egy másik vetülete, a megnyilvánulások. Oké? Okay? És ezzel fogunk ma foglalkozni. Két fő igét
veszünk alapul. Az egyik a Róma 8. fejezetének a leírása, a másik pedig a Galata levél úgy, ahogy van. Úgyhogy először a Galata levélből nézzük meg ezeket az igazságokat is. Övezzétek fel magatokat ezzel a tudattal, ezzel a megértéssel, hogy ezek a különböző részei, különböző vetületei és aspektusai a Krisztus életnek, a felkent életnek, ezek egyik a másikra épül. Egyik a másik után következik. Egyik a másikat erősíti. Mindjárt meg fogjátok látni. Ha valakinek nem jó az identitása Krisztusban, nem jó az identitása, hogy ő kicsoda az Úr Jézusban, nem helyesen látja magát, nem helyesen látja a mindenható Isten az ő saját magával való viszonyában, az az ember nem fog tudni szabadságban élni. Az az ember nem fog tudni erkölcsileg szabadságban élni, az az ember nem fog tudni a törvénytől és mindenféle egyéb vallásos ideológiáktól és terhektől szabadságban élni, és nem fog tudni az élet módjára vonatkozólag sem szabadságban élni, mert az identitásánál elfolyik az élet. Elfolyik a szellemi élet. Mert ugye nem csak biológiai életet kapott az ember, hanem életek lehelletét fújta bele az Úr az orrába, miután megteremtette. És amikor az ember bűnbe esett, a szellemi élet, az Úrral való kapcsolat, az ő jelenlétének a hordozása, a szellem szerint való járás szakadt meg, és maradt a biológiai. De Jézus, mikor eljött, pontosan ezt hozza el, hogy visszalépjünk, visszaálljunk abba az eredeti elvesztett állapotba, sőt, annál még jobban. Mikor az Úr valami rosszat helyreállít, az soha nem úgy működik, hogy nulláról indultál, lementél mínusz 3-ba, és ő visszaállítja nullára. Soha nem úgy működik, hanem az Úrnál mindig van kárpótlás és ráadás. Mindig, még hogyha el is loptak tőled egy haszonállatot. Nem csak, hogy visszaállítják az eredeti állapotot, hanem minimum attól függ, mi volt a környezet, és mi volt a megvalósulás ennek a bűnténynek, minimum 1/5 évvel, azaz 20%-ával 20% ráadást is kap az ember. De van olyan eset, hogy 500%-os a ráadás. Tehát az Úr nem onnan indul, hogy a teremtésnél megteremtette az embert, az elbukott, és akkor az újjáteremtés az arról szól, hogy akkor visszatérünk az édeni állapothoz. Nem. Az ige az arról beszél, hogy volt egy kiindulási jó, igen jó, azaz nagyon-nagyon jó állapot. Az ember elbukott, és az Úr Jézus Krisztus által nem csak, hogy azt a szintet, hanem annál sokkal magasabb rendű szintet fog helyreállítani a te életedbe, azaz kárpótol és ráadást is ad. Úgyhogy így lássátok magatokat, mikor a szellem szerint jártok, mikor a felkent életben éltek, nem csak abban az életben tudtok élni, ami az Édenben elveszett, hanem jobba, nagyobba, szentebbe, erősebbe, boldogabba, abba az életbe, amiben az Úr Jézus Krisztus maga járt ezen a földön, ad egy, ad kettő, ahova ő kiköltözött ebből a testi állapotból, a dicsőségbe. Ez vár te rád is, hogyha hiszel Jézusban. Amen? Halleluja. És tehát kezdjük az elején. Az első és legfontosabb az identitásod, az öntudatod, az elhívásod, hogy te neked miről szól az életed. Hogyan látod magad? Mit hiszel magadról? Te mit hiszel magadról? Olyan világiként így mondanák, vagy az életben, mit képzelsz te magadról? Mit képzelsz te magadról, hogyha te csak úgy jössz, a mindenhat, ha létezik egyáltalán, egy mindenható teremtő, csak úgy oda jössz hozzá, és mint a szerető apukától kérsz tőle dolgokat? Ebből mögött ez a kérdés húzódik. Mit képzelsz te, vagy másképp, mit hiszel te magadról? Mi a te identitásod? És lapozzunk is oda, a Galata 2-höz, ugyanis a legtöbb ember az a maga teljesítményéhez méri, a maga teljesítményéhez, élet erejéhez, gyakorlati életviteléhez méri azt, hogy milyennek látja magát, és milyennek látja ebből eredően az Istenhez való viszonyát. És figyeljetek, mit van a Galata 2:16-ban? Pál mondja ezt ráadásul. Tudjuk, hogy az ember nem a törvény cselekedetei alapján igazul meg, hanem a felkent Jézusba vetett hit által. Figyeljetek, itt is a Krisztus van.
Úgy is lehetne, ha magyarul akarnád olvasni, akkor azt mondhatnád, hogy a felkent Jézusba vetett hit által igazul meg az ember. Ezért mi is a felkent Jézusban hittünk, hogy megigazuljunk a felkentben való hit, és nem a törvény cselekvése által. Mert a törvény cselekvése által nem igazul meg egy ember sem. Figyeljetek, mi az alapja annak, hogy te rendben legyél Istennel? Jézus Krisztus a felkent, aki eljött, aki magára vette minden embernek minden bűnét, kifizette, lerendezte, Isten jogos, igazságos ítéletét kielégítette, és egy új életet adott számunkra. Amen. Ez az alapja. Utána folytatjuk a 20-21-ben. Krisztussal együtt, a felkenttel együtt keresztre vagyok feszítve. Többé tehát nem én, az emberi, a természetes emberem él, hanem a felkent él bennem. Hanem Krisztus él bennem. És hogyha Krisztus él bennem, ha a felkent él bennem, akkor milyen ember vagyok én? Felkent ember. Krisztusi ember. A cselekedeteid alapján? A hited alapján. Amen? Tehát, még egyszer olvasom. Krisztussal a felkenttel együtt keresztre vagyok feszítve. Én a természetes ember. Többé tehát nem én a természetes ember élek, hanem a felkent, azaz a természet feletti él bennem. Azt az életet pedig, amit most ebben a testben, természetes testben élek, azt az Isten fiában való hitben élem, aki annyira szeretett engem, hogy önmagát adta oda értem. Én nem vetem el Istennek a kegyelmét, az ajándékát, az érdemeimtől független támogatását. Mert ha a törvény által van a megigazolás, akkor a felkent hiába halt meg. Akkor Krisztus hiába halt meg. De nyilvánvalóan tudjuk, hogy nem hiába halt meg, hanem pontosan azért halt meg, hogy minket is felkent embereké, minket is Krisztus-szerű, krisztusi embereké tegyen. Amen? Ez az első és legfontosabb, hogy az identitásunkban legyünk, az öntudatunkban legyünk meggyökerezve, hogy mi Krisztusba vetett hit által nem a törvény miatt igaz emberek vagyunk. És ezt még lehet fokozni. A következő, hogy nincs kárhoztatás azok ellen, akik a felkentben vannak, és akikben benne van a felkent. Azok, Róma 8.1. Azok ellen nincs immáron kárhoztatás, hanem az élet szellemének a törvénye felszabadított. A halálból, az ítélettől, a bűntől, a nyomorból, a betegségből, a szükségből. Figyeljetek, miről szól? Felszabadított. Ki? Az élet szelleme. És mondtam már a múlt héten is, hogy nagyon sok neve van a Szent Szellemnek, a Szent Léleknek. Az egyik neve az élet szelleme. Ugyanannak a valóságnak különböző árnyalatait, mint egy szépen csiszolt gyémánt, különböző vetületeit mutatja be. Az élet szelleme. És hogy az élet szelleme benned van, te fel vagy kenve, te hordozod ezt, akkor te mit hordozol? Életet. Krisztusi örök életet. Amen? Halleluja! És pontosan erről szól Galata 3:2-ben. Csak azt szeretném megtudni, kérdezi Pál a galatabeli testvérektől, hogy a törvény cselekedete alapján kaptátok a felkenést, kaptátok a szellemet, vagy az igen meghallásából származó hit alapján? Leveszük a kérdőjelet, nyilvánvaló az igen hallásából, Jézus Krisztus beszéd, Jézus Krisztusról szóló beszéd hallásából, annak a hite való elfogadásából származik a felkenés. Származik az, hogy mi a természet feletti életben járjunk. Még egyszer, nem a törvény megtartása, nem a cselekedeteink által, hanem a Jézus Krisztusról szóló beszéd elhívése által. És akkor folytatja 3:5-ben. Az, aki a szellemet adja nektek, és hatalmas erőkkel munkálkodik közöttetek, leveszik a kérdőjelet, a hit igének a hallása által teszi ezt. Még egyszer, hogy teszi ezt? A hit igének a hallása által, amikor te hallgatod a hitnek a beszédét, mikor te elhiszed ezt, amiről beszélünk, hogy te felkent ember vagy Jézus érdemei alapján,
hogy te olyan ember vagy, akinek új identitása van. És azért mondom, hogy mindez, amit a felkent élet eredményez, az a természet feletti élet. Neked az új identitásod az nem természetes. Neked a természetes identitásod, hogy XY-nak vagy a gyereke, ehhez a nemzethez tartozol, és ennyi. Vagy tanultál valamit, és akkor a szakmádat is beépíted az identitásodba, vagy valamiben jó vagy, például zenében, vagy valami más hobbi, és akkor beépíted, hogy én zenész vagyok. Ugye? És akkor az egy identitásod. De nem, arra, amiről mi most beszélünk, az a fiúi identitás. Az az isteni gyermeki identitás. Ez nem természetes. Hogy te úgy lásd magad, hogy te Isten gyermeke vagy. Hogy te Isten szeretett gyermeke vagy, ez nem természetes, hanem ez kegyelemből van. De ez az alapja, ez Istennek az ajándéka. Ez egy természetfeletti gondolkodás, mert ugye egyből jön az, mit képzelsz te magadról? Pontosan ezt képzelem magamról, hogy én Isten fia vagyok. Olvasok is el, Galata 3.26. Galata 3.26. Mert mindnyájan Isten fiai vagytok, a felkent Jézusba való hit által. Figyelitek? Ez az alap. És ez nem elég csak tudni. Ha ugye szokták mondani, mikor tudod jól a fejből megtanulandó verset, mikor éjszaka, éjfélkor is felkeltenek, és akkor is tudod mondani a himnuszt, vagy mit tudom, egy talpra magyart, vagy amit kellett mondani. Mondok egy másikat. Nem? Viccesebbet. Anyámtyúk, erre gondoltam, valakinél működik a profit ajándék, halleluja. Pontosan az anyámtyúkja. Akkor tudod, mikor mindig tudod, mikor bármi van, ha éhes vagy, akkor is tudod, ha akkor keltettek fel, akkor is tudod, ha félálomba vagy, akkor is tudod, ha éppen keményen dolgozol, akkor is tudod. Na ilyen az, mikor a hited, az életedbe beépül az, hogy te Isten gyermeke vagy. Ha jó napod van, te akkor is tudod, hogy Isten szeretett gyermeke vagy. Ha éppen nem olyan jó napod van, akár a magad hibájából, akár a környezeted miatt, te akkor is tudod, hogy Isten szeretett gyermeke vagy. Ha éppen összejöttek a dolgok, te akkor is tudod, hogy Isten szeretett gyermeke vagy, ha éppen nem jöttek össze a dolgok, te akkor is tudod, hogy Isten szeretett gyermeke vagy. A magad érdemei alapján nem, hanem a felkentbe vetett hit által. A felkent Jézusba, a Krisztus Jézusba való hit által. És mit jelent ez? Hogy az az élet, amit Jézus, a názáreti, az ember fia élt, a Szent Szellem felkenetése, jelenléte, hordozása által ugyanarra az életre, ugyanez az élet működik te benned és te rajtad keresztül is. Ugye láttuk azt, hogy nem egyből, hanem van egy fokozata, van egy folyamata, ahogy ez kibontakozik még Jézus életében is. Ugyanúgy az első tanítványok életében is. Ugyanúgy például Pál apostol életében is van egy kibontakozási folyamata. Csak egy érdekességet mondok, mikor Jézus maga, Jézus személyesen jelenik meg neki a damaszkuszi úton, olyannyira, hogy leesik a lóról, olyannyira, hogy megvakul, akkora, és egyből megtér, mégis azt mondja neki Jézus, menj be a városba, és ott megmondják neked, hogy mit kell tenned. Az én első számú gondolatom, állj, Jézus van itt. Miért nem ő mondja meg? Miért küldi el egy emberhez, egy másik emberhez? Miért nem ott személyesen elmondja, figyelj Pál, ez van. Nem. Csak annyit mond, hogy menj el. És ott megmondják neked, hogy mit kell tegyél. Figyelitek ezt a mozzanatot? Ennek is van egy kibontakozása, egy ideje, időben és térben bontakozik ki, hogy te egyre inkább a krisztusi életet éld. Egyre inkább a kenet szerint járjál, egyre inkább a szellem szerint járjál és éljél. Amen? Ezért is mondtam azt múlt héten, hogy akinek van, annak adatik. Neked van. Pálnak ott a damaszkuszi úton már lett. És még adatot neki. Azoknak, akik hűek a kicsin. Jézus azt mondta, hogy menjek, akkor azon kellett, hogy hűnek legyen. Jézus azt mondta Pálnak, hogy menjen,
Neki ezen kellett hűnek lennie. Egy másik ember, akinek érdekes módon az a neve, hogy Hanánia, Anániás, magyarul Isten kegyelme. Azt fogja neked megmondani, hogy mit kell. Isten ajándéka, Isten kedvessége fogja neked megmondani majdan a pogányok, a nemzetek apostolának, hogy mit kell tegyél. Itt és most, hiába én Jézus jelentem meg neked, nem ez az idő és nem ez a hely van. Legyél hű a kicsin, és megkapod a magadét. Amen? Halleluja. Tehát ez az első, hogy te Isten gyermeke vagy. Mindnyájan Isten fiai vagyunk, leányok és fiak, vagytok a Krisztusba, a felkent Jézusba való hit által. Akik Krisztusba, akik a felkentbe keresztelkedtetek meg, a felkentet öltöztétek magatokra. És akkor ki látszik kívülről? A felkent. Ki látszik belülről? A felkent. Hogy érzed magad belülről? Mint aki felkent. Nem mint aki, mert az vagy. Hogy érzed magad kívülről? Aki, mint aki felkent. Pontosan erre láttuk azt a történetet, hogy Jézus a tengeren, mikor a viharok lecsapnak a hajóra, mit csinál? Alszik. Míg a többi, a természetes ember szemben a felkenttel izgul, küzd és izzad. A felkent ember természetfeletti nyugalomban jár. Kívülről, belülről. Na ez az ember vagy te. A Jézusba vetett hit által. Nem kell túl komplikálni, nem kell túl bonyolítani. Ennyi, ez a beugró. Nyilván nem ez a cél, nem ez a vége, ez a beugró. Amen? De itt kezdődik, ha nem jó az identitásod, ha nem jó az öntudatod, onnantól kezdve a többi mindig valahol szivárogni fog. Tudd, hogy te Jézus érdemei alapján, mivel ő kifizette, lerendezte minden bűnödet, minden tartozásodat, te Isten szeretett gyermeke vagy, és ez nem jó, akkor szeretett gyermek vagy, hanem örökös. Örökös mindazt a dicsőséget, mindazt a kenetet, mindazt a szellemi jelenlétet, amit Jézus hordozott emberként, azt hagyta hátra neked örökségként. Mikor te Jézus látod, lásd magadat. Mikor te tükörben nézel, nem magadat lásd, hanem Jézus lásd magadban. Mikor te a másikkal beszélsz, a testvéreddel az Úrban, Jézust lásd benne. Ha ismertük is egymást, te szerint. Ha ismertük is Krisztust, te szerint. Többé már nem úgy ismerjük. Ha ismertük Jézusként, a názaretiként, többé már nem úgy ismerjük. És itt van egy nagyon fontos kulcs. Jézus fel volt kenve? Fel volt kenve. Mérték nélkül volt rajta a Szent Szellem. Fel volt kentve erővel és hatalom, és szertáját is jót tett. És meggyógyított mindenkit, aki az ördög igájában volt, mert az Isten volt vele. Mert együtt voltak, mert egyé lettek. Mert, amen? Mégis Názáretben a názáreti Jézus egyetlen csodát sem tudott tenni. Mert ő ott nem a felkentként, nem az Úr szeretett gyermekeként volt kezelve. Nem úgy látták őt a szomszédai, a kortársai és a településnek a polgárai, akik ismerték előtte, hanem ismerjük, ki az a Jézus, aki a Józsefnek a fia, aki amúgy elég zavaros családi háttérből érkezett. Akinek vannak testvérei, és semmi extra nincs bennük. Nyilván, mert ők nem voltak felkenve. De Jézus fel volt kenve. De amiért nem úgy fogadták el, nem a láthatatlan alapján álltak hozzá, ezért egyetlen csodát sem tudott tenni. Azért van az, hogy ahol nem a cselekedetei, nem az érdemei alapján, hanem a hite alapján az ember nyitottsággal fordul a másik krisztusi emberhez, a másik felkent emberhez, sokkal könnyebben és sokkal hamarabb átadódik a mennynek a valósága. Sokkal könnyebb szolgálni. Figyelitek, amit mondok? Ezért úgy álljatok egymáshoz, hogy nem a Gizikét, nem a Zsuzsikát és nem a Robertet látod a testvéredben, hanem Jézust, Krisztust, a felkentet látod. Az ő hagyatékát látod a másikban. Ez fel fogja pörgetni a te hit életedet.
Ez fel fogja pörgetni, ki fogja terjeszteni a te természet felettiben való mozgás teredet. Jobbra is, balra is terjeszkedni fogsz. Amen. Hű vagy a kicsin? Hű vagy a másén? A másén, a másra bízott szolgálatnak az elfogadásába, a tiszteletébe hű vagy, megkapod a magadét. Az, ami a tied, az, amit az Úr neked készített. Amen? Halleluja. Halleluja. Olvasom még egy kis igét, Galata 4, 6, 7. Mivel pedig fiak vagytok, most már ezt tisztáztuk, mivel pedig fiak vagytok, Isten elküldte a fiának a szellemét a mi szívünkbe, a mi életünkbe. Ugyanaz a szellem, hogy feltámasztotta Jézust a halálból, az van veled örök közösségben. Mert soha nem hagy el. Elküldöm a másik pártfogót is. Örökre veletek marad. Sőt, nálatok lakik. Amen. Elküldte a fiának a szellemét a mi szívünkbe, aki ezt kiáltja. Tehát innen jön ez a felbátorodás, ez az identitás, hogy Abba, Apuci. Apuci, a mennyei mindenható igaz ítélő bírónak is azt mondod, hogy Apuci. Amen. Mert a szellem, a szent szellem, a fiúság szelleme, Krisztusnak a szelleme benned van. Amilyen bátran Jézus kommunikált az ő mennyei apukával, ugyanolyan bátran kommunikálhatsz te is. Úgyhogy már nem vagytok szolgák. Már nem vagytok szolgák, hanem fiak. Fiak. Ha pedig fiú, akkor Isten akaratából. Kinek az akarata? Tied? Isten akarata a kezdetektől fogva, hogy te az életekben járjál. Biológiai és szellemi. De mivel az elveszett, akkor az ő akarata volt az, hogy téged visszaszerezzen. Visszavásároljon, és az ő akarata az, hogy örökös is legyél. Az is vagy. Amen. Örökös. És ez a következő, itt lépünk át a következő szintre. Amikor te felkent ember vagy, nem csak, hogy identitásodban vagy természet feletti, Isten gyermek vagyok. Szeret engem az Isten? Bármit csinálok, ne csinálj bármit, mert az is benne van, hogy nem csinálsz bármit. De akkor is szeret téged, ha rossz fát teszel a tűzre, ha jó fát teszel a tűzre. Ha nem teszel fát a tűzre, akkor is szeret. Ha túl sok fát teszel, akkor is szeret. Figyelitek? Feltétel nélküli. A magyar nyelv szépen kifejezi. Feltétel nélküli. Érdemektől független. Amen. Örökösök vagytok. És ez a következő, az identitás után jön az életmód. Ez a természetfeletti élet, ami a felkent életnek a velejárója, az a szabad élet. Szabad élet. Első, vagy nem első, egyik szintje örökösként egzisztenciádban. Nem kell aggódnod, hogy mit eszel, mivel ruházkodsz, miből fizeted ki a számlát. Mert tudja te szerető mennyei édes apukád, hogy mire van szükséged. És hogyha a nem háza népéhez tartozó madarakat és virágokat eltartja, és öltözteti, és ruháztatja, mennyivel inkább téged is. Amen. Egzisztenciálisan te felszabadultál. Te felszabadultál. És minél jobban tudod azt, hogy te isteni gyermek vagy, szeretett gyermek vagy, annál inkább tudsz venni, tudsz élni az örökségeddel. A mennynek a teljes tárháza az örökösé. Ezért, ergo, a mennynek a teljes tárháza a tied. Szóval ez nektek? Az enyém! Amen! Halleluja! A tietek, ne, a tietek is, de azért, aki veszi. Azért, aki veszi. Amen! Mert örökös vagyok. Minél inkább tudod, hogy otthon vagy a mennyben. Minél inkább tudod, hogy szeretett gyermek vagy. Annál bátrabban, nem mindig kérdezek, átmehetek a másik szobába? Kinyithatom a hűtőt? Leülhet? Otthon vagy, fiam. Legyél otthon. És pontosan ezt mondja az apa, figyeljetek, nem viccelek. Pontosan ezt mondja az apa a tékozló fiú testvérének. Hazajön a tékozló fiú testvére, és kiakad, hogy óriási nagy banzáj van otthon. Messziről lehet hallani az ünneplést, a dicséretet és a táncot.
Amen. És akkor az apa kimegy a fiúhoz, a nagyobbik, az idősebbik fiúhoz. Mi a baj? Hát miért nem örülsz? Hát aki meghalt, feltámadt. Én hűségesen szolgáltalak. Milyen mentalitás van a nagyobb fiúnak? Szolga. 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 Hűségesen szolgáltalak, és még egy kecske gidát sem adtál nekem, hogy ünnepeljek a barátaimmal. Hát veled mi van, az nem érdekel, fater. De a barátaimmal még egy kecske gidát sem adtál. És mit mond az apja? Mindenem a tied. Mindenem a tied. Hát hol éltél, fiam, eddig? Mindenem a tied. Kecske gidát, 300 juhot, bár amíg van, az mindenem a tied. Te vagy az örökös. Ezt mondja neked az Úr. Mindenem a tied. A kérdés az, hol éltél? Mit képzelsz magadról? Milyen az identitásod? Amen. Itt dől el. A felkent ember, az nem abban nyilvánul meg elsősorban, hogy dőlöngél erre, dőlöngél arra, hanem a legelső és általánosan megnyilvánuló jelenlét, megnyilvánuló karakterisztikája a felkent embernek, a krisztusi embernek, hogy ő tudja, hogy örökös. Hogy ő tudja, hogy fiú. Hogy ő tudja, hogy nincs többé kárhoztatás. Hogy ő tudja, hogy nem az érdemei, hanem Isten kegyelme által igaz. Amen. Halleluja. Halleluja. Ugyanígy, szabad vagy, nem csak egzisztenciálisan, érzelmileg is. Nem a félelemnek a szellemét kaptátok. Jaj, félek ettől, félek attól, depressziós vagyok ettől, kilátásra vagyok arra nézve, nincs semmi reményem. Nem. Ha te tudod, hogy ki vagy, hogy szeretett gyermek vagy, hogy örökös, akkor te szabad vagy ezektől az érzelmektől is. Bepróbálkoznak? Be. Le tudod rázni. Ki tudod, elő tudod venni a légcsapot, és hogyha valaki bejön a házba, aki nem odavaló, ilyen izgő, mozgó, zizegő, zavaró tényező, ezek az érzéseid. Nagyot koppan, ahogy a költő mondja, s aztán elhallgat. Amen. Halleluja. Ez vagy te, szabad. Ez a második legfontosabb tulajdonsága a krisztusi embernek. Jézus félt? Jézusnak voltak depressziós hullámai? Voltak a Getsemáné előtt. De mégis mindezt félre tudta tenni. Megrendült a lelkében, ezt mondja az ige. Az érzések jönnek, a legyek berepülnek, de nálad van a légcsapó. Hogy uralkodjál felett. Halleluja. Te nagyon fontos, hogy érzelmileg is felszabadultál. Felszabadultál. A következő, szabad vagy a törvénynek a követelésétől. Szabad vagy, olvassuk az igét. A Galata 5:1. Krisztus a felkent szabadságra szabadított meg minket. Szabadságra szabadított meg minket. Álljatok meg tehát szilárdan, rendíthetetlenül, és ne engedjétek magatokat újra a szolgaság igájába fogni. Tehát igen, a következő, hogy nem csak egzisztenciánkba, nem csak érzelmeinkbe szabadított meg minket Krisztus, hanem a törvénynek is a követelésétől, és a törvénynek is az átkától. Ezért mondja ezt. Galata 5:1. Krisztus a felkent, aki benned él, szabadságra szabadított meg téged. Állj meg tehát szilárdan ebben, és ne engedd magad újra a szolgaság igájába fogni. És akkor a 4-től. Akik a törvény alatt akarnak megigazulni, elszakadtak a Krisztustól. Elszakadtak a felkenttől. A kegyelemből pedig kiestek. Isten kegyelméből kiestek. Abból a pozícióból, hogy az érdeméktől függetlenül bánik velük az Úr. Amen. Ne engedd magad megint csak a szolgaság igájába, a sínai szövetség igájába hajtani.
Mi ugyanis a szellem által hitből várjuk az igazság reménységét. Az igazság reménységét. Amen. És nem csak, hogy az egzisztenciális függésből, nem csak, hogy az érzelmi függésből és nyomorból szabadított meg, a krisztusi felkent ember azt jelenti, nem csak, hogy a sínai törvény követelésétől szabadított meg Krisztus, hanem még a bűnnek az erejétől is. Amen. Folytatjuk tovább. 5:13. Mert ti is, testvéreim, szabadságra vagytok elhívva. Csak a szabadság nehogy ürügy legyen a testnek, hanem szeretetben szolgáljatok egymásnak. Amen. Itt van a lényeg. Azt tartsd magadról, mint isteni gyermek, hogy meghaltál a bűnnek. Hogy nincs többé kapcsolat közted és a bűn között. Nincs többé hatalma a bűnnek feletted. De ez egyik a másikat követi. Ha te neked nem jó az identitásod, nem tudod, hogy érdemektől független szeretett gyermeke vagy az Istennek és örökösnek, és örököse, az ő áldásainak, nem fogsz tudni uralkodni a bűn felett. Ha a törvény által akarsz megigazulni, akkor csak erőt adsz a bűnnek, mert a bűn ereje a törvény. Akik viszont a kegyelem uralma alatt élnek, ez az identitásuk, ez a mentalitásuk, hogy érdemektől függetlenül szereti őket az Úr, és velük van, és felkente őket, a jelenléte ott van, azok uralkodnak a bűn felett. Uralkodnak a céltévesztés felett. Uralkodnak a gyengeség felett. Uralkodnak minden nyavaja és körülmény felett. Amen? Halleluja. És mi a bűn? Mert ez itt a gyökér. A bűn az, János 16:9, hogy nem hisznek az emberek Jézusban. Ez az az állapot, ez a céltévesztett állapot, hogy nem hisznek Jézusban. Mit is jelent ez? Hogy nem hiszi el az ember, hogy Jézus kifizette az ő bűnét, hanem azt hiszi, hogy neki is hozzá kell még tenni valamit. A. B. Azt hiszi, hogy Jézus nem képes, a benne élő Krisztus, a benne élő jelenlét az Istennek nem képes őt áldásból áldásba vinnie, hanem neki kell majd megoldania a saját természetes képességénél fogva. Figyelitek? Ezért én nem gondolom azt, hogy az Úr képes engem megáldani egy jó házastársal. Én nem hiszem abban, hogy az Úr képes engem megáldani, hogy ez a házastárs, aki most van, és úgy gondolom, hogy nem annyira jó legyen, példának okáért, ezért én majd magam kezébe veszem a dolgokat. Mert nem hiszek Jézusban. És abból a bűnből, ebből az állapotból, hogy nem támaszkodok rá, nem bízok benne, nő ki és terem gyümölcsöt, teremnek gyümölcsöt a bűnök többes számban. Világos ez? Hogy akkor majd megoldom. Ezért folytatja így. Galata 5:16. Intelek titeket, igei módon figyelmeztetlek, bátorítalak, hogy a szellem szerint éljetek. Van erőtök, hogy a bennetek lévő kenet szerint éljetek. Hogy a bennetek lévő isteni jelenlét szerint éljetek. Hogy a természet feletti életet éljétek. És a testnek a kívánságát ne teljesítsétek. Mert a test kívánsága a szellem ellen tör. A szellem kívánsága pedig, a szellem pedig a test ellen. Ezek viaskodnak, birkóznak egymással. Ez egy birkózás. Hogy ne azt tegyétek, amit szeretnétek, ami az mennyből való, ami az Istennek az elhívás az értetekre, hanem, hogy ti magatok oldjátok meg. És akkor a 24-ben. Akik pedig Krisztus Jézusi, akik a felkentéi. Te az vagy, ha hiszel Jézusban. Akik a felkenthez tartoznak, a testet megfeszítették a szenvedélyeivel, a kívánságaival együtt. Ha a szellem által élünk, már pedig csak a szellem által tudunk élni. A Szent Szellem az, aki a természet feletti életet adja. A krisztusi életet adja. Akkor mit mond az ige? Éljetek is a szellem szerint. Azaz, éljetek is ezzel a jogosítványotokkal.
éljetek is ezzel a hatalmatokkal, éljetek is ezzel a képességetekkel, hogy szabadok vagytok. Szabadok vagytok. Éljetek ezzel a potenciállal, hogy a testet meg tudjátok feszíteni. Amen? Meg tudod feszíteni, meg tudod csinálni. Megint is akkor a kezdeti kérdés. Mit képzelsz te magadról? Azt képzeld magadról, azt tartsd magadról, hogy te meg tudod. Azáltal a szellem által, ami meg tudta szabadítani Jézust a halálnak a fogságából is, meg tud téged szabadítani a bűnnek az erejétől is. Hiába birkózik, meg tudod feszíteni. Amen? Nincs uralma, nincs döntési pozícióban a bűn a te életedben. Se a következményeivel, se a működése és mechanizmusával. Amen? Halleluja. Halleluja. És a felkent embernek, a felkent életnek, azon túl, hogy jó az identitása, Krisztus identitása van, hogy azt hiszi magára, hogy Isten szeretett gyermeke, és hogy örökös. És hogy ebben jár, hogy ő szabad, örökösként az egzisztenciális függésből, az érzelmi függésből, a törvény követelésétől, a test kívánságától. Ezen felül van egy olyan, hogy megnyilvánulása is vannak ennek a felkent életnek. És pedig Isten kegyelmének a megnyilvánulásai. Nevezhetném csodáinak, nevezhetném jeleinek, és nevezhetném a karizmáknak. Isten személyre szabott ajándékainak a megnyilvánulásai is. A felkent krisztusi életnek a velejárója. Amen? Ez volt Jézuson, ez volt a tanítványokon, és ez van rajtunk is. Ez volt Jézusban, ez volt a tanítványokban pünkösd után, és ez van benned is. Ebben mozgott Jézus, ebben mozogtak a tanítványok, és ebben mozogsz te is, velem együtt. Nem az érdemeid alapján, hanem az identitásodból fakadóan. Mert fel vagy kenve, rajtad van. Ezért mondja ezt, Apcsel 10.38 Jézusról. Felkent őt az Isten erővel és hatalommal. Ő pedig szerte járt és jót tett. Amen. És ezért mondja ezt a Galata 6.15-ben. Mert a felkent Jézusban, akiben te benne vagy, a Krisztus Jézusban nem számít semmi, csak az új teremtés. Semmi más nem számít, csak az, hogy te új ember vagy. Csak az, hogy te természet feletti ember vagy. Csak az, hogy te mennyből való vagy. Újjászülettél. Sőt, a szó szerint úgy is lehet fordítani ezt az újjászületés szót, hogy felülről születés. Halleluja. Ha felülről születtél, akkor hova való vagy? Odafent való vagy. Otthon vagy a mennyben. Otthon vagy Isten királyságában. Ebben jársz, ebben élsz, ebben növekszel. Amen. Halleluja. És lapozzunk a Róma 8-hoz. Házi feladat, otthon olvassátok el. Róma 8:1, mert pontosan erről beszél, hogy neked új identitásod van Krisztusban, hogy te szabad vagy a testtől, a test cselekedeteitől, a törvénytől, szabad vagy a függésektől, szabad vagy a szükségektől. Te isteni gyermek vagy, ugyan szó szerint azt mondja, amit az előbb látunk a Galatákban, hogy Isten szelleme benned lakik. Nem a szolgaság szelleme. Ezért bátran kiáltod azt, hogy Abba, Apuci, a mindenható Istennek. Maga a szellem tesz bizonyságot a mi szellemünkkel együtt arról, hogy valóban Isten gyermekei vagyunk. 8:17-nél tartunk. Ha pedig gyermek vagy, akkor örökös. Örökös, az örökös szabad. A fiak szabadok. Ismétek ezt az igét? A fiak szabadok. Nem szolgák. A fiak szabadok. Fiam, mindenem a tiéd. Élj az én jelenlétemben. Élj az én szeretetemben. Élj az én javaimmal. Amen. Ha pedig gyermek, akkor örökösök is. 18. Mert azt tartom, hogy a jelen szenvedései nem hasonlíthatók ahhoz a dicsőséghez, amely láthatóvá lesz rajtunk. Vannak jelenben szenvedések? Nem mindig úgy jönnek össze a dolgok? Nem mindig, mikor szólok, egyből megnyilvánul és leszáll a menny?
jelen szenvedés, és ez kicsit frusztrál? Azt mondom, azt tartom, úgy látom magam, mondja Pál, hogy a dicsőség, amely láthatóvá lesz rajtunk, összesen hasonlítható ezzel a nehézséggel. Mert a teremtett világ sóvárogja várja az Isten fiainak a megjelenését. A teremtett világ sóvárogja várja, hogy előálljál. Hogy előálljál te olyan emberként, felkent emberként, Krisztusi emberként, akin megnyilvánul a természet feletti. De ennek a lépcsője, hogy te tudod, természet feletti identitásod van. Hogy te szabadon mozogsz, és szabadon vállalkozol mindenféle természet feletti dologra. Figyeljetek, amit mondok. Szabadon vállalkozol arra, hogy kinyújtsd a kezedet a betegek felé. Mert szabad vagy. És akkor a teremtett világ várja. Mit gondoltok? Egy szélvihar, egy tornádó, mikor letörnek a fáknak az ágai, az olyan jó annak a fának? Nem jó. Nem jó. Egy csomószor az összes vihar és nehézség és nép, nemzet ellen való támadása, ez szellemi gyökerű. Jézus a felkent, mindig a gyökerénél ragadta meg. A viharos tengeren mit mondott? Shalom, a szélnek parancsolt. A gyökerén, a mögötte levő gyilkos szellemeknek parancsolt, és elnémultak. Te ez az ember vagy. Amen. Mert a teremtett világ várja, sóvárogva várja, hogy te előálljál, hogy te meglépjed azt, ami rád van bízva örökösként. A teremtett világ ugyanis, 8:20-ban, a teremtett világ ugyanis a hiába valóságnak vettetett alá. Nem önszántából, hanem azáltal, aki alávetette, mégpedig azzal a reménységgel, hogy a teremtett világ is meg fog szabadulni a romlandóság szolgálatából. Figyeljetek, most jön a lényeg. Isten gyermekeinek dicsőséges szabadságára. Elhiszed azt, hogy neked hatalmad van, és ebben tudsz növekedni. Nem azt mondom, hogy holnap megállítod az esőt. De hatalmad van, ahogy Illés is megállította az esőt. 3,5 évig. Mennyivel inkább? Illés nem egy újjászületett ember volt. Illés csak fel volt kenve kívülről, de belül nem volt benne Krisztus szelleme. Nem lakozott benne. Mégis szólt, és meglett. Nem fog esni, és nem esett. És mikor megint szólt, megint esett. Amen. Ez az ember vagy te, és a teremtett világ várja azt, hogy a te dicsőséged, hogy az Úr Jézus dicsősége, ami a te dicsőséged is, ez nyilvánvaló legyen a környezetedben, a mindennapjaidban, ahogy Jézusnak is. A teremtett világ alá volt vetve, a víz barrá változott, a szél elcsendesedik. A hullámoknak a felületi feszültsége olyan nagyra nő, hogy elbír egy embert. Sőt, két embert. A hullámokon lépked. A teremtett világ sóvárogva várja. És hullámok voltak, de Jézus mindig a hullámok felett járt. És mikor Péter rajta tartotta a szemét, a természetes Péter, aki nem volt krisztusi akkor még, mert ugye a feltámadás napján született ő felülről, Péter is, mivel rajta tartotta a szemét, Jézuson. Mivel Krisztus a felkent központú ember lett, ő is felkent lett. Olyan szinten, hogy járt a vizen. De milyen is levette a tekintetét? Süllyedni kezdett. Visszasüllyedt a természetes emberi szintre. És szólt, Uram, segíts! És Jézus odament, és kiemelte. Figyeljetek, Jézus kiemelte, és nincs benne a szövegbe. De szerinted ölbe vitte vissza a hajóhoz? A hátán vitte vissza a hajóhoz? Visszasétáltak ketten. És mire beszálltak a hajóba, elállt a vihar. Rájött, térdet hajt Jézus Krisztus előtt. Minden menjen,
Földön és a földön, a láthatatlan és a látható világban. Jézus nevére minden ember, és minden lény, és minden dolog térdet hajt. Idő kérdése, hogy mikor? Idő kérdése, de az idők és az alkalmak nem rád tartoznak, hanem az idő és az alkalmaknak az urára. Rád az tartozik, hogy hűséges legyen az, amit van. Azon, amit van, hogy tudjad azt, hogy te a felkent ember vagy. Hogy te a kereszt tényét az identitásodban hordozod, te a kereszt tényét a szabadságodban hordozod, te a kereszt tényét a megnyilvánulásaidban, természetes csodákban, jellegben és áldott életben hordozod és bizonyítod. Te kis Krisztus vagy, te kis felkent vagy. Új teremtés vagy. Semmi nem számít. Krisztusban, felkent emberként semmi más nem számít, csak az, hogy te örökös vagy. És ebből következik az, hogy te szabad ember vagy. Ebből következik az, hogy téged jelek, csodák, a karizmáknak a megnyilvánulásai, különféle kinek, ahogy a szellem adja, működik. Így lássátok magatokat. Új. Új. Veszel egy új kütyüt, műszert, akármit. Először örülsz, ha be tudod kapcsolni. Ha nem használod a használati utasítást, egy-két alapfunkcióra talán rájössz egy-két óra, egy-két hét alatt. Utána előveszed a használati utasítást. És rájössz, hé, hát ez ilyet is tud. Ez is benne volt. Ugyanilyen vagy te is az új emberedben. Az új emberedben. Olyan dolgok vannak benned, Krisztusból, a kenetben, amiről azt se tudod, hogy létezik. Mert nem hallottál még róla, nem láttál még ilyet, senki más nem látott, mégis létezik. Mikor volt az a csoda, hogy lefolynak 30 kilót az emberek. Így. Mikor először ez megtörtént, szerinted újdonság volt? De miért gondolod, hogy az másképp működik, mikor két halból és öt kenyérből nem két halat és öt kenyér, mit tudom én, 30 dekás és fél kiló kenyérből. Annyit csinál tonnákat, hogy 5000 ember meg ott hozzáadott a tömeghez, itt meg elvett. Megvan? Az Úr szellemében Isten teljes tárháza benne van. Legyen jó az identitásod. És ha jó az identitásod, akkor jó a füled is. Hogyha tudod, hogy szeretett ember vagy, akkor hallod is a te szerető apukádnak a hangját. Akkor látod is. Jézus azt mondja, hogy semmit nem tettem, mert nagyon sok extrém dolgot tett. Semmit nem tettem, amit ne láttam volna, vagy nem hallottam az atyámtól, az én apukámtól. De ilyen ember vagy te. Ugyanaz a szellem van benned. Nyilván nem a csúcson kezdi az ember. Legyél hű a kicsin. Legyél hű a magadén. Legyél hű a másén. Vegyél, fogad, és működni fog. Mert Isten nem hazudik. Így működött mindenkivel. Így működött mindenki keresztül. Honnan indult Pál? Honnan indult? Üldöztel, gyilkos, lihegő indulattal ment kivégezni a Krisztus útját követő embereket. S hova jutott? Nem mindennapi jelek és csodák. Azt, amit olvastunk a Galatákban. Azt, amit olvasol otthon házi feladatként a Róma 1, a Róma 8-ban. Azt mind ez az ember írja. Amen. Kibontakozik. Növekszik. És egyedül is tud ez növekedni és kibontakozni, de mennyivel inkább közösségben. Amen. Pál elindult. Azonnal bement a városba és hirdette, hogy Jézus a felkent. A messiás. És zavarba hozta az írástudókat egyből, mert az információ megvolt, csak felrakta a jó szemüveget. Aha, minden Jézusról szól. És utána, amikor elment Jeruzsálembe, nem fogadták be, nem ismerjük, hát tudjuk, mi ki volt ő. És utána elvonult parkolópályán volt. Parkolópályán érzed magad? Ne stresszelj. Maradj Krisztus központú. És akkor a megfelelő időben Barnabás. Barnabás ismerte. Barnabás tudta, hogy létezik egy Pál. És mikor akció volt, magával hozta.
És egy év után ott kezdték el először kicsi Krisztusoknak, kicsi felkent embereknek nevezni az Úrban hívő embereket. Mit gondolsz, miért? Elmondtam párszor. Mert ugyanúgy néztek ki, hogy jaj, ez a gyerek tiszta apja. Miért mondják ezt? Mert ugyanúgy néz ki. Miért mondták Antiochiában az ottani testvérekre, hogy ezek a gyerekek tisztára olyanok, mint Jézus. Mert úgy néztek ki. Mert úgy viselkedtek, mert úgy beszéltek magukról, mert azt képzelték magukról, és mert ez működött rajtuk keresztül. Azért nevezték őket annak, mert megjelent ott Barnabás, megjelent ott Pál, hirdették az Isten kegyelmét, halló, nem a törvényt, az Isten kegyelmét hirdették, és bátorították, hogy maradjanak meg az Úrban, aki az Úr Jézus, és tanították őket erre, és nem mindennapi események történtek, hogyha azzal azonosították őket a világi emberek. Hogy ez az ember mit képzel magáról? Ez az ember azt képzeli magáról, hogy az Istennek a gyermeke. Itt kezdődik. Mindig itt kezdődik. Ez az ember azt képzeli magáról, hogy ő szabad, hogy rá nem vonatkoznak a szabályok, hogy rá nem vonatkoznak a törvények, és hogy rá nem vonatkoznak a falak, hanem azt képzeli magáról, te azt képzeld magadról, hogy ahol nincs ajtó, ott is lesz. Te azt képzeld magadról, hogyha van egy törvény, egy szabály, egy rendszer, hogy megváltozik millió egy ilyen bizonyság van a Bibliában is, és a személyes életünkben is. Ahol volt egy törvényi jogszabályi leszabályozás, mégis úgy alakult, hogy olyan fogalmazási hiba volt a szabályban, hogy rád mégsem vonatkozott. Amen. Az Úrnál vannak, ő az ajtó. Ha nincs is ajtó, van ajtó. És az az ajtó, amit ő nyit ki, senki nem zárja be. Senki nem zárja be előtted a dicsőségnek az ajtaját, mert a fiak szabadok. A fiak bejárnak, a fiak kijárnak. A fiaknak nem kell kijárási engedély. A fiak szabadok, és minden, ami az övé, az a tied, az az enyém, az a miénk. Ezért vagyunk mi áldottak és szeretettek az Úr Jézus Krisztusban. Amen. Szívelősítő. Mert az a jó, a kegyelem által erősítetik meg a szív. Ha szeretnél rólunk többet megtudni, látogass el a www.szívbunker.hu weboldalra. Amennyiben tetszett a műsorunk, vagy észrevételed, bizonyságod van, írd meg nekünk! E-mail címünk info@szívbunker.hu. Adásunkat a Szívbunker Média készítette. Technikai és támogató partnerünk a Star Production.